Idén a szokásosnál hamarabb érkezett meg a nyár, így már június közepén is akár 35 fokos meleg volt. A hirtelen nagy melegben ügyelni kell arra, hogy nehogy rosszul legyünk a napon, de nem csak saját magunkra, házi kedvenceink egészségére is vigyázni kell. A tiszta ivóvíz az év minden szakaszában nagyon fontos, de ilyenkor különösen oda kell rá figyelni, hogy többet fognak inni az állatok, mint ahogy nekünk is ugye megnő a vízigényünk. Ha esetleg az itató kinti részen van, akkor ne érje nap, mert ugye a naptól bealgásodik, tehát hogyha bármiféle ilyen kis zöld valamit észreveszünk a vízen, akkor azt ne adjuk már oda az állatnak, akkor azt ki kell mosni tiszta vizet. Nyilván óvni kell a hőgutától az állatot, tehát hogy közvetlen napfénynek azért annyira ne legyenek kitéve. Hiába szeretnek a cicák és a kutyák kifeküdni a napsütésbe, figyeljünk rá, hogy egész nap legyen a kedvenceink számára biztosított árnyékos hely, ahol le tudnak hűlni. Ilyenkor az élősködők is megszaporodnak a melegben, így fokozottan fontos, hogy nézzük át séta után a kutyusokat, valamint használjunk megelőző készítményeket is. Nyáron a toklász is veszélyt jelenthet kedvenceinkre, különösen a hosszú szőrű, hosszú fülű kutyákra. Itt főleg a sétáknak az átütemezése fontos nyáron, tehát nyilván nem a déli időszakban visszük el sétálni, hogyha eddig volt is neki ilyen időben sétálja, akkor is ezt tegyük át kora reggelre, késő estére, hogy minél kevesebbet legyen ugye a tűzönapon, illetve hogy a tappancsait is óvjuk. Ugye erről nagyon sokat lehet hallani, hogy az ő tappancsok ugyanolyan érzékeny, mint a mi bőrünk, és az az aszfalt, az akár 60 fokra is fölforrósodhat egy ilyen 30-35 fokos melegben. Krebs Gyöngyi, a Herosz-Fehérvári állatotthon vezetője elmondta, ilyenkor a nyár beálltával a kutyák örökbefogadása ugyan megnövekszik, viszont rengeteg kölyköt és kis cicát visznek be sajnos a menhelyekre.